Kegyelem néked és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőséget befogadsz. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem örökké. Amen. Szent Háromság ünnepe utáni 13. vasárnapunkon a 351. dicséretünket énekeljük, ami így kezdődik. Te, Uram, ha új szíved, ha bűn vagy kétség lepne meg, üzd messze tőlem, és ne hagyd, hogy szívem nyugodjanak. 351. dicséretünk mind az 5 verszakát énekeljük. Thank you.
egyik szalaszt, akinek a héten volt a születésnapja, a másik pedig Myanmar, a Borbúrán buddhista állam, ahol élt muzulmán kisebbség, a rohingyák, és éppen mozzalik a ő kiirtásuk, egy millió vannak körülbelül. Nem megyek bele a borzalmas részletekbe, mert sírva írtam meg ebben a cikket. Nem engedik be a tudósítókat se, ahol most kezdenek kiszivárogni az első hírek. És az egész dolog mondott, hogy egy olyan államfője van az országnak, aki 91-ben Nobel béket ért kapott. Szeretném, hogyha a Rohingyák kérti meg. Rohingya. Zsuzsáért imádkoznék, és az orvosaiért, Zsuzsa beteg is nagyon a tudom értem. Köszönöm, én a fiamat, Énesre szeretnék áldást kérni. Karitatív munkát végez, tárgyalmazott gyerekekkel is. Kérnék bolygó
Az esküvőt szeretnék kérni a kisunokámra, Emiliára, akinek most van az 5. születésnek. Világszerte, akik ilyen humanitárius munkát végeznek, például ott is, és a kormány azzal vádolja őket, hogy terroristákat támogatnak, biztos ismerős a szöveg. Tehát ugye azokért, akik ilyen veszélyes helyeken, vagy mindegy, akárhol dolgoznak a leghátrányosabb helyzetűekkel. Imádkedni Tatáért és Lászlóért, mert Izraelbe mennek, és azért kérem az imát, hogy minden baj nélkül odaérjenek, és ne legyen semmi konfliktus. Szeretnék imádkérni egy nagyon kedves kalapos barátom, egy külvises Maradzsizsér, aki ma éjjel halt meg. A nevét mondjuk egyszer. Még egyszer mondta nevét? A Sulda. Úgyis a Szamadzsics. Thank you.
92 éves zenetanár Éva nénim, aki a Fecske meséket kitalálta, Kodály módszerét fejlesztette, Debrecenben pénteken vettünk tőle búcsút, meghalt Éva néni. Már imádkoztunk érte, de hát ő az emlékét szeretnék kérni. Ennyi már. A másik pedig óvodáskori barátnőmnek az édesanyja. Ő érdekes imádkoztunk már Évuska néni, tegnap délután hajott itt bennünket, már úton volt. Erika a lánya, és Évuska néni egy csodálatos ember. Pihent meg tegnap, és a kisfiamért Ábelért szeretnék kérni imád, mert nehézségek lesznek az év elején, egy matek tagozatra ment át a iskolában, és azt hiszem, hogy a kihívásokat úgy érzem, hogy lelkileg is, és fizikailag is szeretném, ha bírnál, tehát speciális matekra ment át. Köszönöm szépen. Maradt-e valakinek a szívében még valamit? Igen, Kálmán. Meg szeretnék kérni a érdekünkbe, hogy elkészített, mindenek által elkészített fogyasztási életben, tudjunk távolságot tartani, és mindenket tartani, és a gondol azok, akik egyáltalán nem jött semmit. Tudom sem, ha hallgattam, akkor nem jött vele. Tudjuk, hogy a világ is szépen kiírtam. És tudjuk, hogy örülnek is szeret a társaimnak, amit általában el tudunk felejteni. Úgy aztán, mint a munkánál, a szeretet nagyon fontos, és akkor hallgassuk meg Isten szent igéjét. Isten szent igéjét, Jakab leveléből olvassuk a második fejezet, 14. verszakát a kezdőben, szóval az igen. Mi a haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Vagy megtartatja-e őt, aki
Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők mezítelenek és szűkölködnek minden napi életben nélkül, és azt mondja nekik valaki ti közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amikre szüksége van a testnek, mi annak a haszna? Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt önmagában. De mutatjál valaki néked, hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te hitedet, a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Te hiszed, hogy az Isten egy, jól teszed, az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt? Ahogy Ábrahám, ami atyának nem cselekedetekből igazítatott én meg, felvidék Izsákot az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. És beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott néki igazságú, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hívből. Amen. Amen. Ámen. Ugyanakkor is örökké való Isten mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a mai napért, hálát adunk a szép időért, csendért, békességért, szent igényért, hallgatásáért, és azért az erőért és készségért, amelyet meg akarjuk tartani, amit hallunk tőle, és bizonyságot akarunk tenni, nem csak szavainkkal, hanem életünkkel is, a cselekedeteinkkel is, ahogy hallunk, nem csak szavakban áll az Isten országa, és ne szóval szeressünk mondja a te igényt. És így most is konkrét dolgokért kérünk téged, lányjal, lányi Gáborra és Mordia gondolunk, hálát mondjuk velük együtt a gyülekezetért, és úgymond kérünk téged, mondjuk meg őket, segíts meg nagy munkájukban őket, Margittal, Szemesztre gondolunk, akinek születésnapja van, és a Rovindjákra, akiknek a kiirtása folyik, valami nagyon nagy gonoszságban most ebben a világban az irgalmatlanság, másik megbélyegzése, szörnyűségek történnek, te könyörülj rajtunk, és mindazoknak, akik bármit tehetnek, mi könyörülünk, hogy gondolatok a munkáit. Utkával hálát adunk lánya kiállításáért, sikeréért, és könyörülünk a hajléktalanokért, akiket olyan kifeszúlóan jellemzett, akik a mi irgalmasságunkra szorulnak, adérezzük át egy kicsit nehéz sorsukat. Judittal, Zsuzsáért is, az orvosaiért kérünk, gyógyítsd meg Zsuzsát is, mert a fiára Dénesre kérünk tőled áldást és erőt ahhoz, hogy hordozni tudja a főtérő támadásoknak a terhét hatásait egy olyan közszerző munkájában. Ágival a természeti csapások áldozataiért kérünk, földrengések, árvizek, forgó szél, sok-sok ember vált otthontalanná. Kérjük téged, hogy erők azoknak, akik segítenek és a romokat eltakarítják. És imádkozunk Poliért és a családjáért és az érkező kis jövevényért. Ágítél unokájáért, áld meg, vívvel, Emília unokájára gondoljuk, aki most volt 5 éves, áld meg ezt a kislányt. Júcsival, Gyurira és Anikóra kérünk tőle áldást, ugyanígy az önkéntesekre, és imádkozunk a Mártelepi iskoláért, a valamennyi oktatási intézményünkért, segíts meg bennünket. Attilával, Johannáért imádkozunk, aki iskolába megy, áld meg ezt a kislányt ott a távolban. A galival az érző lények, boldogság.
és Lászlóért imádkozunk, akik Izraelbe mennek, Edélyre, Lacira gondolunk, aki válságban van, és beteg, könyörülj rajta. Jákobra a Súrdára gondolunk, aki ma éjjel, megköszönjük az ő életét, és megy a békessége benned. Istvánnal imádkozunk izraeli vendégeinkért, akik ma este érkeznek meg. Ildikóval hálát adunk azért, hogy sikerült idejönniük Éva nénire, és Ilma nénire gondolunk, akik elmentek hozzám, vigasztalt meg Erikát, lányát, Ilma nénének, és kérünk Ábelért, aki új iskolába megy egy matematika tagozatos osztályba, Kálmánnal mérték tartásért, hajléktalan testvéreinkért és az ő gondolatokért imádkozunk. Judittal, Miklós bátyáért és gyerekeiért, Imbálért és Kálért, akik jönnek a héten Izraelből. Mi vagyánk, hogy vagyunk mindenben, szenteltessék meg a tenedet, jöjjön át a országot, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsássunk a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és szemünk minket kísértésbe, a szabadíts meg a gonoszokat, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Helyünket elfoglalva a 583. dicséretünket énekeljük el. A 583. dicséretet. Oda is jó helyre vittet, de ne oda vitt, hanem a Bóli nőjének, mert nem volt a születés. De jó helyre kerül. Volna még sok mindegy.
Ezékiel próféta könyve 18. fejezetében a 25. versről hallgassuk felállva. Azt mondjátok, hogy nem igazságos az Úrnak útja. Ó, halljátok meg Izrael háza, az én útam nem igazságos, én nem inkább a ti utaitok nem igazságosak én. Ha elhajol az igaz, az ő igazságától és gonoszságot cselekszik, és amiatt meghal, gonoszsága miatt hal meg, melyet cselekedett. És a gonosztevő megtér az ő gonoszságától, amelyet cselekedett, és hörvény szerint is igazságot cselekszik, ez az ő lelkét megtartja életben, mert belátta és megtért minden gonoszságától, amelyeket cselekedett, élvén éljen, ne halljon meg. És azt mondja, az Izrael háza nem igazságos az Úrnak útja, az én utaim nem igazságos, aki Izrael háza, nem inkább a ti utaitok nem igazságos, aki. Ennek okáért mindeniteket az ő utai szerint ítélem Izrael háza, ezt mondja az Úr. Kérjetek meg, és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlásotokra ne legyen gonoszságotok. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, amelyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért hallnátok meg, hogy Izrael háza, mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában. Ezt mondja az Úristen, kérjetek meg azért, és kérjetek meg. Eddig a Szent Ígéret. A egyik problémánk, amivel egy kicsit foglalkozunk kell, ez az újra és újra visszatérő gondolatunk, hogy a bennünket élő események valami olyat tükröznek az Isten igazságtól, hogy valami olyanért kell bűnbődnünk, amit nem mi követtünk el, vagy ha igen, akkor nem van elégülés, szoktuk gondolni. Teljesen normális, hogy ilyen hangulat alakul ki a számüzetésben, a messze távoli, a hazától távoli országban, az emberekben, hogy jó, bűnök miatt büntetés jár, de hát az atyák védkeztek, és visszük a levét itt a számüzetés távoli vidékein. És itt nagyon érdekes, három generációs példával próbálja meg Ezékiel bizonyítani azt, hogy egyrészt nem lehet, nem bűnlődhetünk atyáink védkeiért és atyáink a mi bűneinkért nem bűnlődtek. Itt teszek egy kis kitérőt és elmondom, hogy amikor valaki a szövetség fiává lesz, a kötelesség fiává, bár micvó alkalmával, akkor az apa elmond egy imát, amiben megköszöni, hogy Isten levette róla a fiának a vétkét. Mert amíg kiskorú, addig az apa felel a vétkeiért, és utána, hát ki önmagáért felel ebben az igében. De mint mondom, nem az apák bűnlődnek a fiakért, és nem bűnlődnek a fiak sem az apákért. Ez azt jelenti, hogy akkor valahonnan máshonnan kell közelednünk annak a problémának a feldolgozásához, hogy mondjuk miért van az, hogy egy elhibázott történelmi döntés eredményeként mondjuk egy világháború után az élve maradottaknak kell felépíteni a romba döntött országot, és nekik kell összehúzni a nadrágszíjat, koplalni esetleg a károk helyreállításának feladata rájuk maradt, pedig nem ők akarták ezt a háborút. Szóval ne legyen kiskorúak, akarja az Úr mondani, hanem fogadjuk el, hogy benne vagyunk a történelem nagy folyamatában, és a család történetünkben is, amiben nem csak a jó dolgok a miénk, hanem a rosszak is. Olyan tanulságos Máté és Lukács evangéliumában Jézus nemzetségi táblázata, amely nem titkolja el, hogy volt három kifogásolható életű anya a történetben, voltak hát elég súlyos problémák, és a végén
megjelenik Dávid király, végén megjelenik az üdvözítő testben a Krisztus, és nem számít az, hogy korábban voltak Isten parancsa ellen létező személyek is ebben a szép nemzetségi vonalban, nem is egy volt, hanem több is. És itt Ezékiel ezt mutatja be három generáción keresztül. Azt mondja, hogy lehetséges, hogy volt egy apa, aki vétkezett, de meg is meghalt a bűnei miatt, de a fia látta azt, hogy mivel jár az Isten parancsai iránti engedetlenség, és ő tudatosan választotta az út követésének az útját. Így élt, őt Isten üdvözíti, de született egy apacs engedetlen fia, aki semmit nem tartott be abból, ami az apja számára fontos volt, és akkor nem lehet azt mondani, hogy bezzeg a szülőnek az Isten követő magatartását, azt most lehetne érvényesíteni. Nem lehet érvényesíteni, mert mindenki önmaga felel a tetteiért és útjaiért. Azért tegyünk itt egy kis kitérőt, mert gyakran hivatkozunk arra is, hogy megvan szentelve a hívő családtagban a hitetlen is, és hogy azok az imák, amelyek az édesanyák különösen gyermekeiért mondanak, sosem vesznek el. Nem ezért üdvözít minket Isten, hanem azért, mert ő eleve jó, de bizony nem hatástalanok azok az imák, amelyek elhangzanak a szülőknek a szájáról. Az egész történetünknek a végkimenetele itt vagy oda fut ki, mint ez az okfejtés, amit itt a 32. versben olvasom, és a fel nem olvasott szakasz 23. versében is található. Nem gyönyörködöm a meghalló halálában, ezt mondja az Úr. Az Úr Isten, térjetek meg azért, és érjetek, hogy a 23. vers, hát kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úr Isten, nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és érjen. Szóval menjünk óvatosan ezzel a gondolattal, hogy vajon Isten igazságos vagy igazságtalan. Inkább ismerjünk fel azt, hogy a világban, ahol élünk, és abban a történelmi korban, amiben vagyunk, családtörténetünknek, abban a szakaszában, ahol most tartunk, nekünk felelősségünk van. Tessék ennek megfelelni. Azért különünk, hogy a hazában vagyunk, vagy a számüzetésben. A felnőtt hívő embernek mindez feladat. A hazában is van feladat, és a számüzetésben. A hazában is van, öröm ott van csak igazán, de a boldog ember, az igaz ember a sivatagot is, a bánatnak a völgyét is forrássá teszi, mert az Úr vele van, és itt kell értenünk az Ábrahámnak tett ígéretet is, amikor elválik Lóttól, néz keletre, nyugatra, északra és délre, nincsenek bezárt határok. Bárhova lépsz, az a tiéd, légy otthon, úgy dönts, úgy cselekedj, úgy járulj hozzá a világ ügyeihez és forgásához, mintha a te hazád lenne az egész világ. Ahogy Wesley mondta, az én parókiám az egész világ, és így azon a területen, ahol megfordult és dolgozott, mindenkire úgy tekintett, mint egy házának potenciális tagjára, akinek kötelessége szolgálni addig, amíg az adott személy ezt elfogadja. Én nem néznék így a világra. Hát van, aki eltölti az életét csopánkodással, vagy zúgolódással, vagy annak a hangoztatásával, hogy Isten igazságtalan, mert nekem most nem jutott éppen a hazának a felnőtlen időszakából. Gyakran említem, de tényleg így gondolom, hogy Izrael történetében nem azoknak a sorsa története, élete a legizgalmasabb, akik még ismerték Józsefet és az ő színes köntösének a lepre alatt, vagy árnyékában élvezhették Egyiptomban a kivételes bánásmódot. Nem azoknak a sorsa az különösen érdekes, akik tanúi és résztvevői voltak a
szabadság felé való elindulásnak. Hózessen sokkal érdekesebb azoknak az élete, akik legfeljebb akkor gondolhatták, hogy egyszer eljön a szabadság, ha elmentek József szarkofágja mellett, mert úgy rendelkezett, hogy nehogy temessék el Egyiptomba, de ne is hagyják el Egyiptomot most az ő temetése kedvéért, hanem majd, amikor hazamegy a nép az ígéret földjére, akkor temessék el. Józsué könyve mondja el, hogy ahogy végig hurcolták, nem csak a Frigylátát, hanem József Osszáliumát is a pusztánban, és aztán, amikor megérkeztek, eltemették, ahogy ezt megígérték. Egy halott ember, egy koporsó tartotta életben a reményt, hogy egyszer szabadok lesznek. Milyen szép történet ez. Mindig arra gondolunk, hogy Józsefnek milyen jó volt, hogy Egyiptom miniszterelnöke lehetett. Tehát voltak ennek árnyoldalai is. Mindig a másiknak a rétje zölde, vagy kertje. Mindig azt képzeljük, hogy a mi vállalatunk, a mi termünk nehezebb, és a másiknak könnyebb. De nem igazságtalan Isten. Mi sem legyünk azok, se önmagunkkal, se egymással, se vele szemben, hanem menjünk közelebb akkor most a mi igénk üzenetének a megvizsgálásához. Hát mi történik akkor, ha az igaz elhajol az Úrnak az útjától? Képes beszéd lesz. Leginkább egy rakétánál, jaj, ne gondoljunk Észak-Korea rakétáira, hanem mondjuk a tisztességes valamennyik életét szolgáló kísérletekre, esetleg egy űrszondára, légkört vizsgáló eszközre. Ha nem avatkozik be az ember, aki fölbocsátotta, akkor az eltér a maga útjától, mert mindenféle túlók, égi testek és egyebek vonzást gyakorolnak rá. Ide húzzák, oda tolják. És időről időre korrigálni kell, meg kell téríteni, vissza kell téríteni a megfelelő útra. Fenyegete ez a veszély bennünket, akik egyszer megismertük az igazságot és megtértünk az Úrhoz, döntöttünk, hogy őt fogjuk választani Istenünknek és az ő törvényei szerint élünk. Igen, igen, mert mindenféle erő van ebben a világban, nem tehetetlenül sodródunk, hanem van eszközünk a korrigálásra is. Éppen ezért lehetséges, hogy az igaz eltér az ő útjától. Ha nem vigyáz, ha nem korrigál, ha nem tér vissza, akkor el fog térni az ő útjától. Isten népének közelgő nagy ünnepében ez az egyik legfontosabb. Rossásolnokkor az emberek nem csak annak örülnek, hogy új év kezdődik, mert január 1-ével, hanem ez az év feje, a rós az fejet jelent, Rossásolnok az év feje, és akkor egy számot is csinálnak. Mi is szoktunk szilveszterkor jövőre, vagy lefogyok, vagy nem tudom, én megcsinálom azokat a dolgokat, amelyeket tolok magam 40-50-60-70 éve. Vannak ilyen pillanatok az életünk történetében, ilyen kis határok, amikor átlépünk, akkor jól esik az embernek számvetést csinálni. Rózsásolunk ilyen. Kötelezően tartunk önvizsgálatot, egy hosszabb időszak, van benne bőt, és van benne egy különös ima, egy nagyon szép dallamú ima, Kolnidré, ez a minden fogadalmat kezdetű ima, ami arról szól, hogy minden helytelen döntés, hibás fogadalmak. Megvárok, felülvizsgálok, és visszatérek azokhoz az elvekhez, amelyek az igében
kerültek rögzítésre, az Úr törvényei ezek. Képes vagyok arra, hogy fölismerjem. Van egy nagyon különös felhívás a szakaszunk végén, előre ugrok és a 31. versből igézek, azt mondja a Károli fordítás, hogy szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Nagyon érdekes a héber szöveg, ami szó szerint azt mondja, hogy csináljatok magatoknak új szívet és új lelket. Hogy tudok én csinálni új szívet? Az ebből az üzenet az én számomra, hogy ez rajtam múlik. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, mondja a bűnbánó Dávid király, és ezzel meghatározza ennek a lehetőségnek az alapjait. A lehetőség alapja az, hogy Isten képes megteremteni annak a feltételeit, hogy ne az ösztöneim, ne a bűneim irányítsák az én életemet. Ezt ő tudja megteremteni. Mondtam egyszer, hogy a teremtés szó kizárólag mindig Istennel összefüggésben fordul elő a Bibliában, mert azt jelzi ez, hogy valami olyan jön létre, amit én nem tudok magamtól megcsinálni. De a teremtsünk embert igénél pedig arra hivatkoztunk, hogy azért van többes számban, mert Isten szeretné, ha közreműködnénk vele, együttműködnénk vele abban, hogy mi igazán emberré váljuk. Ő elindítja a folyamatot, ő megteremti a feltételeit, de csinálni, akarni, együttműködni benne, dönteni, azt nekünk kell. Hiába döntök valamiben, aminek nem adottak a feltételei. Úgy döntök, hogy repülni fogok. De Isten, amikor megteremtett engem, nem így döntött. Úgy döntött, hogy járjak a talpon, és úgy döntök, hogy a madarak repüljenek. Úgy döntök, hogy mély tengeri hal leszek. Hát, bele tudok a vízbe merülni, és úgy maximum 2 percig tudom levegő nélkül a feltételezett koportyúimat mozgatni. De aztán muszáj följönni a felszínre, mert Isten másképpen döntött. Én róla más feltételeket teremtett meg az én számomra, de amit megteremtett nekem, azt használhatom. És megteremtette nekem az új szívnek, a tőle való léleknek a feltételeit, áldását, életét, a vele való összekapcsolódás lehetőséget. Tessék csinálni. Tessék vállalni a dolognak azt a részét, ami rajtunk múlik. De nagyon elszaladtunk az első gondolatunktól, attól, hogy igen, elhajolhat az igaz. És nem azon kell orogni, sopánkodni, hogy miért vannak vonzások a világban, amelyek letérítenek bennünket az útról. Majdnem mindent ismerjük. Itt egyébként a fejezetünk elején 6. vers és környékén legalább 10 olyan kísértést felsorol a Biblia, amik mindannyiunkra hatnak. Egy idő óta, mióta nagykorúak vagyunk és gondolkodunk, nem mondogatjuk ezt, hogy miért teremtett ilyen vonzásokat Isten, hanem valahogy sejteni kezdjük, hogy ezek vonzásában és a mi ellenállásunkban, közeledésünkben és távolságtartásunkban formálódik ki valahol az az erkölcsi érték és egyéb érték is, amit a világ szívesen fogad, szívesen követ, és amiben jó dolgok forhatnak, jó gyümölcsöt teremhetnek meg. Szóval elhagyhatja az igaz az ő útját, és akkor sajnos lenullázódik a dolog. Vannak ezek a társas játékok, amikor Bencével és Sárikával játszottunk egy olyat, amiben hát ha rálépünk egy mezőre,
akkor kiderül, hogy muszáj akár a sportot is visszamenni. Nem lehet azt mondani, de én közben már eddig dobtam 2-6-ost is, de hát most egy olyan mezőre léptem, amelyhez az az üzenet tartozik, hogy hát túlságosan siettél, vagy egyéb ilyen okás megjegyzések vannak, menj vissza. Négy mezőt marad ki egy dobásból, vagy menj egészen vissza az elejére. Van ilyen, hogy mindent előről kell kezdeni. Ott van a szeretett város, Jeruzsálem. Mennyi rajongás, mennyi féltő szeretet, mennyi csodálatos óda született róla. Zsoltár könyvében is olvasunk ilyet. Mindenki várta az évnek azokat a pillanatait, amikor föl lehet zarándokolni Jeruzsálembe. Az volt akkor ott az El Camino. Nincs itt most Péter, gondoljuk rá szeretettel. Hát az is egy nagy felüdülés, hogy valaki végig megy egy úton. Lukács evangéliuma így épül fel, hogy a 9. fejezet második felétől mennek Jeruzsálem felé, és útközben beszélgetnek, van gyógyulás, van vita, érzés, jó lakás, találkozások, nagyon érdekes dolgok. Az utazás ilyen. Megyünk az élet útján, vonzások, taszítások közben. Célba kellene érni. Célba kellene érni, ahogy kihagyhatatlan volt Isten népének a puszta, de nem ez volt a cél. Sokszor vetették ott is fel, butazúgulódással, hogy azért hoztatok ki Egyiptomból, hogy a pusztában öljetek meg, hol szomjúsággal, hol éhezéssel. Ellenség által. Persze, hogy veszélyes a puszta. Persze, hogy nagyon oda kell figyelni. Persze, hogy napról napra táplál a mannával az út. Persze, hogy vannak mérges kígyók. Mindenféle van. De amíg az urat követjük, addig ezek a dolgok megférnek velünk, és köztük haladunk a cél felé. Feszedelmek és vonzások között. Nem akarunk letérni az Úr útjától. Megtérés görög szava, metanoia, valami ilyetlen, a héber suvá szó is. Ez annak a felismerése, hogy nem megyek rossz jó irányba, de én célba akarok érni. Nem az a célom, hogy bámészkodjak. Szoktam néha mondani, hogy én szeretek eltévedni, mert ilyenkor olyan helyekre is bukkan az ember, ahol egyébként nem lenne. Ha van idő, nem baj. De az élet nem egy céltalan kóborlás. Haza akarunk érni minél hamarabb. Nem azért indulunk el Jeruzsálem felé, hogy bejárjuk az összes turista útvonalat. Mi hamarabb legyünk ott, hogy lássuk az Úrházát, találkozunk Isten népével, és ezen a szívünk ezért bármi vonzana minket útközben, meg akarunk térni, vissza akarunk térni az útra. Aztán a másik dolog. Mi történik a gonosztevővel? Nem cifrázza itt az ige. Az Úr nem azt mondja, hogy aki kicsit úgy eltávolodott az úrtól, akinek az élete erős, eddig semmi másról nem szólt, mint arról, hogy élt magának, és hagyta, hogy a dolgok megtörténjenek, vagy ő maga is hozzájár. Sem tudok elképzelni, hogy ez az ember valaha jó útra tudna térni, egy Zákeus, akit mindenki megvet. Így ott ül fenn az emberfüggő fán, csak látni akarja ő is. Jézus nem is tudja igazán megfogalmazni talán, hogy miért. És ő hozzá tér be. Az úrott ugyanebben az evangéliumban néhány fejezettel korábban beszél a példázatai végén az elveszett bárány, a drakma és a fékozó fiú történetében, hogy
nagyobb öröm valamennyiben egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon, akinek nincs szüksége a megtérésre. Ne botránkozunk meg rajta, még ilyet is mondhatunk, hogy nem is olyan nagy baj, hogy elvesztünk, mert olyan jó megtaláltatni. Az a párány 1-100 közül egészen addig még el nem vész. És sosem utazott még a pásztornak a nyakában. Most fölveszi a pásztor, és így viszi haza. Nehogy félreértsük, nem arról szól ez, hogy próbáljuk ki, hajrá, veszünk el jó mélyen a bűnben azért, hogy átéljük a megváltásnak a csodáját. De lehetséges. Sőt, pont hisz egy nagyon fontos dolgot az Úr az elrontott pultról a 24. versben. Most elvégeztettem a helyet, ez az igazságaitól eltérő emberrel kapcsolatban hangzik el, de ugyanez áll a gonosztevőre is. Hogy nincs emlékezés többé a gonosz cselekedetekre, amiből a bűnös ember megtért. Nincs emlékezés többé. Nem hánytól katja fel az út. Használ ilyen képeket a Biblia, hogy a háta mögé veti. Ismerjük az Isten háta mögötti kifejezést, a nagyon-nagyon elveszett és a forgalomból kieső helyek ezek vagy. A tenger mélye. Egy emberi fogalmak, hát hatalmas világ mindenséghez képest együttszűnyi az a tenger, ami nekünk olyan hihetetlen beláthatatlan a mélységéről, nem is beszélve. De ilyeneket mond az Úr, hogy oda veti a mi védkeinket. Ki az, aki leszáll azért, hogy valami fölösleges szemetet onnan felhozza. Nagyon nagy probléma a tengerek óceánok elszennyeződése, de hát akinek nem ez a dolga, nem azért megy ki, hogy kimentse az óceán mélyéről az oda eldobott sörös dobozt. Hát ott van, aztán valahogy majd elrostásodik és elenyészi nagy hát, hogy szennyezik az emberek az óceán vizét, de ki az, aki oda leszáll, hogy a szemetet felhozza? Ha Isten a mi bűneinket háta mögé veti, ami azt akarja, hogy megmaradjunk, éljünk, ne veszünk, úgy szerette Isten a világot, egyszerűen fiát adta, hogy aki íz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az Isten üzeni nekünk most, hogy nincs emlékezés az elrontott dolgokról. A zsidó vallás nagyon gyakorlatias. Sokszor mondják zsidó testvéreink, és igazuk van, hogy nem siránkozni kell az elrontott dolgok miatt. Nem szeretik a bűnbánat szót, de bánkódjunk hossza, hanem éljünk meg. Tessék megváltoztatni az utat. Képzeljük el magunkat, amint a városban eltévedt úrvezető, férfi vagy nő, mindegy most, rádöbben néhány óra elteltével, hogy rossz irányba tekeri mindig a kormányt. És akkor fogja magát, és elkezd sírni az autójában. Csak aki sír, amíg valaki be nem kopog, lehet, hogy holnap, ez egy hét múlva, ameddig tartanak a könnyeink, addig ülünk ott, sírdogálunk, és megkérdezi, hogy mi a baj? És elmondjuk, hogy eltévedtünk. Megkérdezi, hogy van-e térképünk, és azt mondjuk, hogy van. Miért nem tetszett elővenni? Miért nyitjuk ki Isten térképét a Szent Igény
ami hat rá, megmutatja az irányt. Ülünk és sírunk, hát történik valami. Vagy aki tovább sír azután, és ott valaki bekopogott és megmutatta az irányt. De olyan jó sírni, olyan jó sajnálni magamat, olyan jó az áldozat szerepében lenni, jaj, föl ne rettentsen ebből engem valaki, abba kéne hagynom a magam gyászolását, és el kellene hinnem, amit a Biblia mond, hogy Isten nagy vonalú, nem emberő, hogy haragot tartson, hogy újra és újra elővegye, amit már egyszer megbeszéltünk, és megint a fejembe zverje, hanem mindig tiszta lappal kezdhetünk. Ezt is lehet nehéz elhívni, hogyha én azt mondom, hogy Uram, bocsáss meg. Vedd el bűnt, ő elveszi. Lehet, hogy holnap megint védkezem. És a Jézus arra tanítja Pétert, hogy Atyád fiának 77-szer is meg kell bocsátani. Honnan veszi ezt? Hát onnan, hogy az Úr is 77-szer megbocsát. Egészen addig játsszuk vele ezt a védkezem, megbocsát, amíg rá nem jövünk, hogy lehet ennél értelmesebben is élni. Hogy a maradék időt, a hátralévő időt nem ezzel pazaroljunk el, hanem vele élünk. És az ő szemével nézzünk a világra, és elkezdünk valami áldott, értelmes dolgot megvalósítani az ő segítségével ebben a világban, amiben gyönyörködik ő, és élvezi a világ. Nekem is örömöm, sikerélményem van. Nem az a cél, hogy lássam és kimondjam, hogy végeztem, hogy megváltozzak, hogy új irányba, jó irányba induljak el. Elhisszük, nem gyönyörködik a meghaló halálában. Elhisszük, nem kívánja a gonosznak a halálát. Nem úgy jár körül a világban, hogy hol lehet lesújtani valakire, hol lehet leleplezni. Hát persze, le lehet leplezni. Olyanok vagyunk, akikre hat a világ mindenféle vonzása. Mi is önzők vagyunk, és sietve tovább mennénk, ha éhezőt látunk. Mezítelent, aki szemben szörnyűen jutkában elmondott itt a hajléktalanokról, akik éhesen térnek nyugodóra egy lépcsőházban. Mi meg kicsit morgunk, ha egy picit kifeküdtük a matracot, és vele gurulunk abban a mélyedésbe, és ki kéne cserélni a matracot és a pénzünk, és orgunk, hogy reggel egy kicsit fájósabb derékkal ébredtük, vagy nincs valami, nem elég friss a kenyér, és így tovább. Ezenféle dolgot hozhatunk itt elő, ami minket zavar, miközben vannak éhezők, vannak mezítelenek, akik nem az utolsó divat szerint öltözködnek, az az ő divatjuk, amit mások levetettek, ami jut, ezért nem egyszer látok hajléktalan férfiakat női cipőben, női kabátban és kalappal, és hát mi magunk is azt tesszük, mivel sokkal több női holmit kapunk, hogy a női blúzokból maradtunk ott a Dankó utcában fehér nevű hajléktalanok számára. Milyen más ez, amikor az embernek ilyen gondjai nincsenek, és olyan könnyű a jobbat megszokni, és olyan könnyű elfelejtezni azokról, akiknek minimális, egyszerű szükségleik, problémáik vannak. Szóval benne vagyunk egy folyamatban. Van apánk, aki így vagy úgy, apánk, anyánk így vagy úgy döntöttek, nem determinál bennünket, nem határozza meg a mi sorsunk. Nincs ilyen sem, amit a Induszban énekelünk, hogy megbűnhődte már a nép a múltat jövendőt. Ilyet nem lehet. Ez egy ilyen kölcse is, nagy-nagy beszéd, amit érdekes módon a Induszban pont itt jut a zene és a csúcsportra, itt a belgődobok fölvisznek bennük, és az üsdob egy nagyobb puffant a tetejére.
megbűnődte már elég. Pedig ez az, ami nem igaz ebben a klímában. Nem lehet a jövőt is megbűnődni. Nincs ráhatásunk a jövőre, múltra se. A magunk korának az ügyeire viszont van. És mindegy, hogy mi történt korábban, nem akar valami Isten emlékezni. Nem érdekes, hogy milyen veszély leselkedik ránk a jövőben. Nem tartunk még ott. A fontos, hogy ebben a pillanatban, most, a mai nap lépéseit, döntéseit oda akarom igazítani Isten világos üzenetéhez. Mit tegyek hát, ha a megkérés került elő? Azt mondja a 31. versünk, versétek el magatoktól minden vétkeiteket eldobni. Nem a forró krumplit, hanem valamit, ami nem oda való, ott van a kezedbe. Nem elméleti döntést hozok, hanem konkrét ügyek vannak. Dobd el minden vétkeit. Ne nézegesd, ne elemezgesd, dobd el. És csinálj magadnak új szívet és új lelket. Hogy csináljam? Tegnap a kis bibliaolvasó körünkben erről is beszélgettünk, hogy vannak dolgok, amiket az ember a saját erejéből nem tud megoldani, de mégis meg kell oldani a dolgot. Egy nagy kő, amit az asszonyok nem tudnak elmegkeríteni, de azon tanakodnak, hogy ki fog segíteni nekik, hogy ez megtörténjék. Péternek van egy kedves története, a nagyfülű, hatalmas kőszörnyeket őrző Husvéd szigetekről. Senki nem tudja máig, hogy hogy állították fel ezeket a sok tonnás köveket, nem volt tanú abban az időben, és Heyerdahl megvásárolta a helyi törzsektől ezt a titkot. Meg lehet oldani. Meg kell találni a módját, és a megtérés ügye is egy előket meghaladó dolog lehet. Elmondani egyedül is tudjuk megtérni. Nem feltétlenül elég a mi döntésünk, de én olyan sértő dolog az Úr nevét segítségül hívni, ha nekem nem megy. Én képzelem azt, hogy amit én egyedül nem tudok megcsinálni, az nem megcsinálható, és inkább maradjon elromlott állapotában a dolog. Olyan kicsi ügyek vannak, amiket nem tudok. Nekem például most kiesett az egyik fogamból a tömés. Nem tudom betömni egyedül, pedig kevésbé félnék az ügytől, ha én megcsinálhatnám. De tudom, hogy akármennyire halogatom, el kell mennem, és egy ilyen szörnyű székbe beülnöm, és fog zümmögni ez a borzalmas eszköz. Nem részletezem, mert mindenki ismeri. De ezt se tudom megoldani. De egy döntést kell hoznom, hogy elmegyek, és alávetem magam ennek. Valakinek a szakértelmét kérem. Nem tudom önmagamat megváltani, de az Úr meg akar váltani. Nem tudok magam új szívet csinálni, az Úr teremthet, de én akkor az általa teremtett lehetőséggel élve, azzal együttműködve döntést hozhatok. Miért nem hozok? Miért nem mondom ki, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és azután, ha ez megtörtént, akkor miért nem határozom el naponta, hogy ezt az én kis ingatag hajómat, űrhajómat ahhoz a korrigációhoz, ahhoz a vonzáshoz igazítom, mert Isten igéje, Isten szent lelke is hatást gyakorol rám. Hát miért a bűneim hassanak rám? Miért a kísértéseim? Miért ne az Úrnak a befolyása? Miért hallnátok meg, ó Izrael háza? Miért könnyebb arra gondolni, hogy az Úr gyönyörködik kárőrvendően,
az én botladozásaimban nem bőrködik, azt akarja, hogy megtérjek és éljek. Mert igenis az életet igenli, igenis annak akar örülni. Igen, gyönyörködik benne. Úgy van, mint az asszony, aki megtalálja az elborult pénzt, a pásztor, az eltévedt jót és az apa, a hazatérő fiát. Nagy öröm van, amelyben szerez örömet az Úrnak, csinálj új szívet, kezd dolgozni ezen, termelj azt, ami rajtad múlik, Isten akarja. Találjuk egymással ő és mi. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Köszönjük neked, hogy édesatyám örökkévaló, és tanuljuk az imádság lehetőségét, megtérés lehetőségét. Köszönjük, hogy értelmet adtál nekünk, felnőttként kezelsz minket, hogy meghozzuk a döntést, hogy hozzád jövünk, hozzád térünk, és hogy elvetjük, eldobjuk magunkra a vétkeinket. Segíts, hogy tudjunk ezt a döntést meghozni, és napokként rábízni a mi életünket. Köszönjük, hogy te ott vagy velünk, és ott vagy, aki ezt a mozzást, a te szeretetet és kegyelmedet adod nekünk minden napon. Adj nekünk bölcsességet, hogy te a te irányodba haladjunk, hogy ehhez a te ígédet tanulmányozzuk kitartóan, és köszönjük neked a te békességet, amely minden értelmet felülhalad, és ez a miénk lehet, hogy ne azokon a problémákon aggodalmaskodjunk, amiket nem tudunk változtatni, és adsz nekünk bátorságot, hogy saját magunkon tudjunk változtatni, ha szükséges, amiben szükséges. Köszönjük, hogy így tehetjük ezeket az előttünk álló napnak átlagú részét és hetet, és te segíts meg minket, kérjük, hogy hozzád haladjunk, hozzád térjünk vissza a te vonzásodhoz, annak engedjünk. Amen. Amen. Helyünket elfoglalva a 390. dicséretünk, a éneknek az utolsó versét, a hirdetését és ezt áldást. Thank you.
előbb elment, hogy a múlt vasárnapi persejtés az izraeli gyerekeknek a fogadására ajánlotta fel Frank, nem emlékszem hirtelen pontosan mennyi. 77 000, talán utána még 5 000, 83 000 forint gyűjt össze. Köszönjük szépen az adományokat. Említem most, amit ritkán szoktam, csak hogy az a kis külön kiakasztott persely együtt a jobbra balra lévő hasábszerű nagy persejekkel az adomány fogadására való, de a kis kiakasztott persejre különösen is a szegélyeknek szoktuk gyűjteni. Hát aki adományán felül még őket is akarja támogatni, az abban persejbe dobhatja. Említette István, hogy ma este érkeznek a fiatalok Tel Avivból, autista gyerekeket fogadnak most, tavaly előtt vakok voltak, és velük együtt bemegyünk majd az izraeli követségbe, és a nagykövet fogad minket, elviszük a augusztus 20-i felajánlás is, a Jeruzsálem vasárnap persejtécét, mert szoktuk mindig vinni, és Izraelnek adjuk. Említem azt is, hogy most Isten tisztelet után még mindig van lehetőségünk még egy kis beszélgetésre. Délután adkálom lesz Isten tisztelet, jövőjéken szerdán videóra, pénteken pedig női óra és férfi óra elérkezünk a harmadik péntek összeiben, ugye? Éva, igen, 6 órakor női óra és férfi óra is, minden hónapban egyszer. Van ilyen a nyarat, most kihagytuk, de havonta egyszer, szerintes vacsorával, egybekötve, bár néha ez pacal is szokott lenni, nem tudjuk most mi lesz a szakács, de ilyenkor mindig külön-férfiről beszélgetünk fontos kérdésekről, és elég éljenek a fényében. És már egy héttel az Úr akarja, és éljünk ismét találkozunk itt. Említem a szombati